Békesség Istentől, kedves gyerekek, szeretettel köszöntelek benneteket. A sok esős nap ellenére remélem szép hetetek volt. Kíváncsi lennék, hogy milyen volt a kőfestés, illetve sikerült néhány idős bácsit vagy nénit felvidítani. Május első hétvégéje van. Tudjátok, ez kikről szól? Anyák napja lesz holnap. Persze nem csak ezen a napon kell kifejeznünk szeretetünket édesanyánk fele, viszont ilyenkor különösképpen elmondhatjuk nekik, mennyire fontosak számunkra. Ők azok, akik világra hoztak, kísérték első lépéseinket, első szavakat adtak az ajkainkra, illetve imádságra kulcsolták kezeinket. De szól ez a nap azokról a nevelőkről is, akik titeket nevelnek vagy neveltek. Persze sokszor hangos szóval, anyai szigorral, de annál nagyobb szeretettel a ti javatokra teszik ezt. Egy ehhez kapcsolódó éneket fogunk közösen énekelni. Egy egyszerű anyáknapi éneket választottunk, 3 versszakos, az a címe, hogy Öröm ünnep ez a nap. Tanuljuk együtt ezt az éneket. Mai történetünk egy olyan édesanyáról szól, aki sok fájdalmat megélt az életében. Nagyon korán elveszítette férjét. Egyetlen gyermekével maradt, ő volt a szeme fénye. Később sajnos őt is elveszítette. A történet a következőképpen hangzik. Én városra Gázban volt. Temetésre készültek. Egy özvegyasszony egyetlen fiát készültek temetni. Elővitték az ifjút hordágyon, utána ment az édesanyja, mögöttük igen nagy sokaság. Alig hagyták el a városkaput, szembe találkoztak Jézussal. Jézus nem mozdult, csak állt és nézte az édesanyját, nézte a könnyes arcát, szelíd hangon így szólt, ne sírj! Akik az ifjút vitték, megálltak. Jézus odalépett, megérintette, ifjú, neked mondom, kelj fel! Ekkor megmozdult a halott, felült, újra lélegzett, látott és beszélt. Senki sem akart hinni a szemének. Jézus lesegítette az ágyról a fiút, és az édesanyjához vezette. Édesanyja és a gyermeke újra boldogok lettek. Ölelték egymást, vígan. Jézus megsajnálta ezt az édesanyát, aki annyira szerette gyermekét. Képes volt mindent odaadni érte, saját életét is, hisz ő volt az egyetlen egy gyereke. Te mennyire szereted édesanyád? Ő biztos nagyon szeret téged, bármit megtenne annak érdekében, hogy jól légy. Ismered az 5. parancsolatot? Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened adott te néked. Elsőként értékeld édesanyádat. Ez abban mutatkozik meg, hogy hálát adsz érte. Örülsz, hogy ő van neked, és amit csak lehet, megteszel annak érdekében, hogy örömöt szerez számára. Másodszorban engedelmeskedj édesanyádnak. Hallgass tanácsaira, és tedd meg azt, amit mond neked,
mert a javadra tesz. Bánj vele tisztességesen. Ez abban mutatkozik meg, amit mondasz, és ahogyan mondod. Beszélj szépen vele. Vigyázz rájuk. Most ő vigyáz rád, viszont eljön egy olyan időszak, amikor ő fog szorulni a te segítségedre. Köszönöm, hogy értem jöttél, útporából felemeltél. Köszönöm, hogy életemnek új értelmet adtál. Köszönöm, hogy segítettél, a bajban nem feledtél. Köszönöm, hogy megérezted, szükségem van rád. Mai vallásóránkra két kézi munkát, illetve két anyák napjára szánt foglalkozás javaslatot hoztunk. Az első kézi munkánk egy képes lap. Erre a következő kellékekre van szükséged. Színes lapra, ceruzára, ollóra, ragasztóra, vonalzóra, vízfestékre. Először is az egyik színes lapot hajts kettőbe, majd annak belsejébe ragassz egy fehér lapot, illetve annak külsejére is. A külső fehér lapra rajzolj egy tavaszi virágzófa ágat, a szíveket pedig a képen megfelelő módon vág ki, és ragaszd rá. Saját kedvenc színeddel. Így elkészül a képes lap. Második kézi munka egy magyarországi iskola ötletére indult, ez a mozgalom. Egy gyönyörű szép tulipán kivágsz, és kiteszed egy olyan ablakba, amit az útról is jól lehet látni. Ha valaki megkérdezi, mondd azt, hogy azért van ott, mert itt is lakik egy anyuka. Ha nagymama is veletek lakik, kettőt is kitehetsz, hiszen ő is anyuka. Az első foglalkozás javaslat egy ajándékkártyákat tartalmazó kör, ezek közül édesanyád választhat. A második foglalkozás javaslat egy társas játék, ami természetesen ki másról is szólna, mint az édesanyákról. A következők a szabályok. Dobókockával dobott értékeknek megfelelően léphetünk. A kérdésekre válaszolni kell. Ha virágra lépünk, akkor énekelj egy anyáknapi dalt, vagy mondj egy verset. Ha a szívre, akkor újra dobhatsz. Jó játszást nektek! Most pedig arra kérlek benneteket, hogy hívjátok édesanyáitokat, nevelőiteket a képernyők elé. Két olyan dal fog elhangzani, amellyel közösen felköszöntjük őket. A dalok után arra kérlek, hogy öleld meg édesanyád, és köszönd meg neki mindazt, amit ajándékba adott neked, hogy szeretettel, örömmel nevel téged. Yeah.
Ne felejtsétek a kézi munkákat csatolni a hozzászólásokba. Most pedig gyertek, közösen imádkozzunk. Úr Jézus, nagyon szépen köszönöm az édesanyámat. Köszönöm az ő szeretetét, köszönöm gondoskodását, köszönöm, hogy van nekem. De hálát adok neked a nevelőmért is, aki anyaként mellettem van. Amikor szükségem van a segítségére, akkor hozzám fordul. Te köszönjük, hogy te mennyei atyákként mellettünk vagy. És arra kérünk téged, vigyázz édesanyáinkra, nevelőinkre. Nekünk pedig segíts, hogy tisztelhessük őket, és szeretettel viselkedjünk velük. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves gyerekek, örülök, hogy együtt lehettünk ezen a vallásórán. Remélem mindannyiótoknak tetszett. Jövő héten újra találkozunk. Addig is Moszorj teli, nagyon szép hetet kívánok nektek. Békesség Istentől! Megitatsz, ha fázom, betakarsz, ha szomorkodom, te vigasztalsz. Visszajárok, hazamász, ha megjövök, karodba zársz, ha elesnék, te felemelsz, ha rossz napon nem is elviselsz, bár csak el tudnám neked mondani, de nincsenek rá szavak, hogy a hálám egyre bődik. Vagyok, nem az, a szomjazom.